Hát ugye holnap jön a nagy nap. Holnap nagy nap, indul a Live TV-n. Most hát nem nagy nap, hát hanem folytató. Egy ünnepnap, igen. Mindenképpen egy nagy sikerűs sorozat folytatása, összezárva Hajdú Péterrel, aminek vendége Aurelio lesz, akinek mostanában ugye bár hát nagyon sokat hallottunk arról, hogy egy új szakasz kezdődik az életében, hiszen megkezdi börtönbüntetését, és hát az utolsó interjút ugye Péternek adta. Nagy szeretettel köszönjük Ambrus Attilát. Jó reggelt! A stúdióban, akit elmondhatjuk, hogy keramikus, ide van írva, és hát hála Istennek most már inkább erről beszélgethetnénk, de azért mégis, és hát fogunk beszélgetni, de valamilyen módon mégiscsak fontos azért, hogy tapasztalatokkal bírsz a témában, ezt ugye mindannyian tudjuk, igen. És hát azt is tudod ilyenkor, hogy Aurelio, aki hát megismertük az ő karakterét, egy nagyon vagány, lezser srác, mire számíthat így az első szakaszában mondjuk, amikor bevonul a börtönbe egyáltalán, milyen közhangulat fogadhatja őt ott? Hát nehéz helyzetben vagyok, ugyanis ugye én 10 éve szabadultam, és megmondom őszintén, én teljesen más körülmények között kerültem be, én nem bevonultam, engem becipeltek, tehát illetve elkaptak és többször is bevittek, aztán megszöktem. Tehát én más elbírás alatt álltam, ráadásul ugye én a legszigorúbb fokozatban voltam, 4-es fokozatban voltam, ő valószínűleg nem, annyira nem ismerem az ő helyzetét, 2-es, 3-as lesz, az azt jelenti, hogy azért van némi mozgástere, de mivel ő bevonul, innentől kezdve azért sokkal könnyebb az elbírálása, de az a helyzet, hogy pontosan nem ismerem a menetrendet, ennek a részét, mert ugye én nem így vonultam be. Én magát a helyzetet ismerem, amikor az ember bekerül, és ugye ott van egy menetrend, ami alapján eldöntik, hogy ő mihez ért, mihez nem ért, egy bizottság elé kerül, és akkor különböző tulajdonképpen onnan. Mert a rabtársaknak a viselkedés az elítélt szemmel, az függ attól, hogy az elítélt milyen bűncselekményt követett el? Nyilván az is meghatározó, meg az is meghatározó, főleg az ő esetében, hogy ismert arc. Uh-huh. És ebből ez előny, vagy nem? Ez sajnos nem mindig előny, tehát ugye itt nagy valószínűséggel, amennyire ismerem ezt a rendszert, el lesz különítve. Tehát vagy meg lesz válogatva az a társaság, aki közé beteszik az elején, mert azt gondolom, hogy egyetlen egy börtönvezetőnek sem szerencsés, hogyha jelentéseket, meg különböző problémákról kell jelentéseket írni, és ugye mivel ugye őnek elég nagy média felülete van, illetve azért főleg a bulvárban, hogy ezt azért meg tudja összeelőztetni, hogy mondjuk esetleg nyakon verték 2-szer, és az nem biztos, hogy jól fog kijönni. Tehát nagy valószínűséggel lesz különítve. Ugye azért többnyire mi amerikai filmekből tudunk inspirálódni, és tájékozódni arról, hogy milyen is az élet a börtönben. Ez mennyire valóságos, amit ott látunk? Mi a hierarchia egy ilyen börtönben, hogyha az ember bekerül? Nyilván el kell választani itt is a dolgokat, ugye most nem egy dél-amerikai börtönről beszélünk, nem egy Egyesült Államokbeli börtönről, ahol ugye ott nagyon komoly szupermexek vannak, az azt jelenti, hogy 7-8 méteren, 7-8 emelet mélységben vannak a föld alatt, tehát ugye nagyon komoly rendszer van Amerikában, közel 3 millióan ülnek az amerikai börtönökben, tehát ott azért nagyon komoly iparág ez a börtönrendszer. Magyarországon, ha jól tudom, közel 30 vegyintézet van, 17-18 ezer fogva tartottan, és itt azért közel sem olyan durva, mint mondjuk Dél-Amerikában, illetve az Egyesült Államokban, ahol bandák alakulnak, és ugye bandaklikek kerülnek egymással szemben. Itt azért egy viszonylag békés helyzet van, de benne van a pakliban, hogy bekerül egy olyan zárkában, ahol mondjuk túlsúlyban mondjuk egy társaságban, akik már összeszoktak, ott biztos, hogy be lesz kóstolva. Igen, hogy nehéz lesz a beilleszkedés. Mikor jut el egyébként az ember, vagy kiszámítható-e az, hogy mikor jut el az ember arra a pontra, hogy szembesül a ténnyel, hogy ő most ide valóban bevonult, hogy ő itt most valóban belezárva a 3 évig, és innen most nincs kiút? Én azt gondolom, hogy ez személyiségfüggő. Tehát ugye nincs erre recept, hogy valaki azt mondja, hogy egy nap után berecsen, és minden baja van, és öngyilkos akar lenni. Van, aki 15 év után is végig még ott bent elkaterkázik, illetve megtalálja a saját közegét. Ugye azt szokták mondani, hogy 8-10 év után az embernek kialakul egy függőség, de hát ugye Aurelio esetében nem beszélhetünk 8 évről, tehát ugye hogy most azt hiszem, hogy 3 év, igen, ezt le kell ülnie. Én azt gondolom, hogy ez egy, hogyha a fejben el tudja rakni ezt, de össze tudja rakni magát, akkor tulajdonképpen talán ez még épülésére is tud szolgálni. Azt mondtad, hogy lehet, hogy ismert emberként elkülönítik, az nem jobb egyébként ebben a helyzetben egyedül lenni, mint esetleg együtt lenni olyanokkal, akikkel semmi kedved, és nem akarsz?
De magamból kiindulva egy nagyon hosszú éveken keresztül egyedül voltam. És ez sokkal jobb volt, tehát a magam szempontjából is jobb volt, tehát ugye el tudtam mérni a gondolataimban, és azt gondolom, hogy mindenkinek fontos a magány. Tehát ugye, hogy egy picit szembe tudjon nézni azzal, hogy esetleg valami rosszat csinált, vagy valami olyan dolgot csinált, ami nem feltétlenül helyes. És azt gondolom, hogy ha az ember egyedül van, akkor szembe tud nézni önmagával. Legalábbis az legfontosabb rész, azt gondolom, az ő esetében is, hogy önmaga elfogadása. Mert hogyha önmagát elfogadja, akkor utána már bármit el tud fogadni, de amíg lázad, én is lázadtam nagyon sokáig, onnantól kezdve iszonyatosan meg tudja nehezíteni az életét, mert ha beláll a rendszerbe, akkor a rendszer is úgymond visszavág, és tulajdonképpen ebből nem lehet jól kijönni. Uh-huh. Igen, ugye te is a Péternél, a Hajdú Péternél az Összezárvában sokat beszéltél erről, és sokat boncolgattátok ezt a témát, de közben mégis, ami talán a legfontosabb, hogy amikor az ember kiszabadul, hogy mennyire könnyű visszaintegrálódni a társadalomba, mennyire könnyű újra fölvenni a fonalat, vagy hogy egyáltalán ilyenkor segít-e valaki az embernek, hogy megtalálja azt a helyes utat, amit mondjuk te megtaláltál, mert hogy te abszolút megtaláltad azt a foglalkozást, amiben te boldog vagy, és amiben te kiteljesedtél azóta. Nehéz ügy, és mondom, nem szeretném a pártfogókat bántani, de ugye amikor 37 ezer forinttal szabadultam 13 év után, azt mondták, hogy illetve a pártfogóhoz minden hónapban el kellett menjek, és ilyen ostoba kérdésekre kellett válaszoljak, hogy követtem-e a bűncselekményt. Hát mondom, hogy ha követtem volna, egyrészt nem lennék itt, másrészt nem mondom el, de hogy nem tudnak érdemben segíteni, és ez nem az ő hibájuk, ez a rendszer hibája. Tehát az, hogy azt mondta nekem a pártfogom, hogy meg tudja mutatni, hogy merre van a hajléktalan szálló. Tehát maga a reintegráció gyakorlatilag itt tart, és tartok attól, hogy ez nem sokat fejlődött. Az előítéletekkel nyilván számolni kell. Tehát, hogy egy komoly céghez elmész, és köszönsz, hogy jó napot kívánok, hát ugye ott lekádereznek, hogy mondjuk egy HR-eshez elmész, megkérdezik, hogy honnan jöttél. És ha elmondod, akkor az a baj, ha nem mondod el, az a baj. Tehát az előítélet az egy valós és jelenlegi probléma. Nem csak itt, azt gondolom, hogy ez egy globális jelenség. Ezzel számolnia kell. Tehát ugye az, hogy ki a való, egy komoly cég nem fogja fölvenni. Szerintem nekem van egy ilyen... Jó, de most már viszont te legalább éled az életedet, és klassz dolgokat csinálsz, és tudom, például készülsz Mohácsra is, majd a Busójárásra ott is. Többek között ugye már hónaptól ott egészen vasárnapig ott árulok. Ugye múlt héten az Expón voltam. Ma már most ugye a bankok nem támogatnak, már bocsánat. Igen, Freudi elszólás, elnézést kérek. Tehát a lényeg az, hogy most már ugye becsületesen élek, és ugye van két kisbabánk, amiket ugye el kell tartanom, meg ugye azért nem egyszerű az életem, de legalább a börtönben ennyi jó volt, hogy sikerült egy szakmát tanulnom, meg lediplomáztam. Tehát ugye megvolt ennek a folyamata, hogy tulajdonképpen kikupálódtam úgymond a börtönben. Jó, hát Mohácson lehet vele találkozni. Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, és ne felejtsék, holnap este Összezárva Hajdú Péterrel, Aurélio interjú, az utolsó interjú börtönben vonulás előtt, úgyhogy ne hagyják ki semmiképpen az adást. Köszönjük neked még ezt, Attila. Lindike, köszönöm neked ezt a napot, csütörtök, holnap pedig. Bizony, Zoli és Anita várja majd önöket, és este pedig Összezárva. Várjuk önöket, viszlát. Minden jót.